Arra, amire dolgoztunk már heteken keresztül, azt mondom, hogy máma igazából teljesen kijött az a munka. Lehetett látni már a haladás meccs a másik fél időben, hogy a csapat már jobban összeállt, jobban megértette a dolgokat, és azt mondom, a mai meccsen teljesen végighozták 92 perc alatt azokat a feladatokat, amire dolgoztunk heteken keresztül, és azt mondom, hogy meg is érdemeltük a három pontot. Nem volt sok helyzetünk, de ami helyzetünk volt, azt kihasználtunk. Amit fontos volt, hogy kapott gól nélkül fejeztük be a meccset. Ott tartottuk a videóton, ahol terveztük, és azt mondom, hogy onnan nehezen tudták mögén kerülni, nem tudtak helyzetet kialakítani. Gratulálok a csapatnak, és mondom, tovább kell erre ezen dolgoznunk. Számomra értetetlen, hogy amire készülünk egész héten, amit gyakorlunk, és amire felkészülünk, abból ver bennünket meg az ellenfelünk végül is. És tehát amit mondtál, hogy hiába volt nálunk a labda, eljutottunk a kapukig, egyszerűen megint ott vagyunk, hogy nem tudtunk voltunk. Nagyon megszenvedjük ezeket a mérkőzéseket azok ellen a csapatok ellen, akik nem nagyon akarnak kijönni a kapujuk elől, és abszolút csak erre a játékra vannak berendezkedve. Ezt nagyon nehezen lehet feltörni. Nekünk ezen a mérkőzésen egyáltalán nem sikerült. A második fél időben azt gondolom, hogy nagyon sokszor mögéjük kerültünk, nagyon sok lehetőségünk volt. Egyszerűen a végbefejezéseknél megint azt mondom, hogy csiralmas volt. Hát igen, bejött, amit a mester kielemzett, az összejött, sikerült megvalósítanunk. Hát igen, még nekem is sikeresen betaláltam is, nagyon örülök a gólnak. Minden meccshez úgy kell hozzáállni, hogy el tudjuk hinni, hogy meg tudjuk nyerni, és ennyi, nem kell